Magyar forradalom napjaiban gyakorlatilag az egész lengyel társadalom Magyarországra figyelt. Ezzel szemben az új pártvezetés Vladislav Gomulkával az élen megpróbálta csillapítani a forrongó hangulatot. Ezért már másnap, október 24-én Varsó legnagyobb terén, felvonulás téren egy több százezeres nagygyűlést szerveztek, amelyben Gomulka megígérte, hogy nem lesz visszatérés a korábbi sztálinista rendszerhez, ugyanakkor felszólította a lakosságot, hogy fejezzék be most már a tüntetéseket, a demonstrációkat, a vitákat, és vegyék fel a munkások a munkát a gyárakba, tehát a sztrájkoknak legyen vége. Na trasie pochodu spontaniczne manifestacje. Z szeregami robotników łączą się i idą ramię w ramię żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego. Plac przed Pałacem Kultury to największy plac defilad w Europie. Wydawało się, że nie ma takiej manifestacji, która byłaby go w stanie zapełnić. A oto teraz, godzina po godzinie gęstnieją tłumy. Takiego wiecu nie było jak Warszawa Warszawą. Godzina trzecia po południu. Ku trybunie honorowej idą członkowie nowego kierownictwa partii. Idzie pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego partii, towarzysz Wiesław. Pękają wszystkie kordony. Tłum ciasno oblega trybunę. Rozlega się nagle pieśń, której się na wiecach nigdy nie śpiewało. Burkoltan a szovjet beavatkozás rémével is fenyegette a lengyel társadalmat. Ugye hát október 23-án már volt egy katonai intervenció Budapest utcáin, tehát volt erre jogalapja, és ezt a drámai képet festette a lengyel társadalom elé, hogy mi vár a lengyelekre, hogyha folytatják a tüntetéseket. Ugyanakkor a társadalom mégiscsak a forradalommal szimpatizált, és hát irigykedve, főleg a fiatalság irigykedve tekintett a magyarokra, akik harcolhatnak a szovjetekkel fegyverrel a kézben. Már ezen az október 24-i nagygyűlésen is feltűntek a magyar zászlók, majd a nagygyűlés véget értével nem oszlott fel teljesen a tömeg, egy része elvonult a lengyel párt központi bizottságának az épülete elé, ahol Magyarországgal szimpatizáló vagy szolidarizáló transzparenseket feszítettek ki. Onnan néhány száz méterre volt található a Magyar Kulturális Intézet, ahova egyetemisták átvonultak, és napokon keresztül folyamatosan díszőrséget álltak, egyik kezükön fehér-piros szalaggal, hátuk mögött egy kifeszített magyar zászlóval. Aztán a tömeg egy másik része az óvárosba indult, ahol szintén egy politikai tüntetést szerveztek. Ezt aztán végül is a lengyel belbiztonsági szolgálat egységei szétoszlatták, vagy szétverték. Całą Polską wstrząsnęli wiadomości z Budapesztu. Na Węgrzech powstanie. Rozgorzała bratobójcza walka. Są tysiące ofiar. Na apel węgierskiego Czerwonego Krzyża o pomoc dla Węgrów natychmiast odpowiedziała Warszawa i inne miasta Polski. Do stacji krwiodawstwa zgłaszają się setki ochotników. Poznańban, Gdańskban, vagy éppen Tarnówban, és még sok más helyen is, Katowicét is meg lehet említeni, társadalmi segélybizottságok jöttek létre, kifejezetten a magyarok megsegítésére. Ezek konkrétan azt jelentették, hogy gyűjtőakciókat indítottak, amely pénzt, ruházatot és építőanyagot, tartós élelmiszert összegyűjtését jelentette, amelyet aztán a Vöröskereszt segítségével szándékoztak eljutatni Magyarországra.
Már a forradalom első napjaiban megindult az önkéntes véradás és adakozás, majd október 26-án a lengyel rádióban felhívást tettek közzé a magyar testvérek megsegítése céljával. Ettől kezdve tömegesen érkeztek a lengyel munkások és egyetemisták a véradó állomásokra, amelyek éjjel-nappal üzemeltek. Több mint 4000 lengyel állampolgár adott vért. Az első lengyel repülőgép már október 26-án megérkezett Budapestre, majd november 3-áig összesen 15 adományokkal teli gép landolt a magyar fővárosban. A Lengyel Vörös Kereszt november 9-én közzétett adatai szerint a forradalom napjaiban összesen 795 liter vért, 415 liter vérplazmát, 16.500 kg vérhelyettesítőszert, szérumot, gyógyszert és kötszert, valamint egy akkor még előkészületben lévő 24 tonnás, főképpen élelmiszer tartalmazó szállítmányt kapott a magyar lakosság a lengyelektől. Mindez akkori értéken 2 millió amerikai dollárt tett ki, ami a világháború után 11 évvel óriási társadalmi segítségnek számított. A lengyel társadalom által nyújtott segítség mintegy kétszerese volt annak, amit a világ más országaitól összesen kapott Magyarország.